más ondanes. Vagy egy jó lesz, 2, 3, 5, 6, 7. Egyébként a svéd szakember még egy érdekes gondolatot mond, többet is mondott, de megengedik, még egyet idéznék. Mikael Tisztán szerint sok csapatot látott már ő játszani, sok csapatot edzett is már, köztük nagyon is jókat, de talán még sosem volt alkalma a szakembernek a mostani jegesmedve kerethez foghatóval dolgozni. Tele van az együttes jó emberekkel, amit öröm látni, bőven felülmúlja minden várakozását Tisztel mesternek az, amit itt tapasztalt első magyarországi szerepvállalása során. A 5 meccses veretlenségi szériát fut a jegesmedvék csapata, és ebből a remek szériából is kiemelkedik, ami az nyilván mindenki hozzátette a magáért. Galavisz, Magosi és Bos
teljesítménye. Ők, ahogy lehetett is várni, vagy ahogy maguktól is elvárják, talán az érintettek, hogy a klubvezetés elvárja tőlük, húzzák is rendesen a csapat szekerét. És itt lehet megmutatni, majd talán kollégám is mutatja önöknek a bedobáshoz Berta Ákos állt oda. A DVTK Egesmedvék legfrissebb igazolása immáron tét meccsen bemutatkozik. Ugye ő a Debrecenből tett át székelyét ide a Medvékhez, és most a társakkal együtt. Imáron nem csak az edzésen csilloghat, villoghat a fiatalember. Bent a sortársai Ritó László és Tóth Adrián, mind a két régebbi Egesmedve játékos nagyon pazar formában van. Nagyon sokat hozzátettek csapatunk teljesítményéhez a Visegrád kupában is. És hát... amire odaérünk majd, hogy éresedik a küzdelem a bajnokság során, vagy bármelyik kupa sorozatot veszük alapul, ugye Egesmedvék nem sokára megkezdik majd a kontinentális kupában is a szereplésüket, és addigra talán majd Berta is szépen beilleszkedik új csapatába, új társai közé. Egy elszteleg a mérkőzés, minden esetre egy kitűnő támpont lehet, főként a játékos számára, hogy hol is tart a beilleszkedésben az edző által megfogalmazottak elsajátításában. Közben pedig már a harmadik percéhez érkezik a mérkőzés, és ott Jed Rust dolgozik ott nagy erőkkel. Köllő érkezik oda segíteni, de van ott két fehérvári kollega is. Aztán egy kézpassz miatt harsan a sípszó is. Bedobással folytatódik a játék, de kihozzák a bulit a játékvezetők a semleges harmadban, és ha már játékvezetés, Juhász Gábor és Júzs Dániel vezető bírók mellett, Berkesi Balázs és Vince Dániel van a bírók tevékenykednek a mai meccsen. Egyébként, hogyha most konkrétan a statisztikát nézzük, az eddig lejátszott meccsek után a Egesmedvék vezetik az Erste Liga tabelláját 20 megszerzett ponttal. A Titánok az 5. pozíciót foglalják el, és fele annyi pontot gyűjtöttek, 10 egység szerepel nevük mellett, és a Macik gólaránya 29-13, és ezt érdemes egy picit összevetni a vendégekével, akiknek a lőtt gólokkal nincs is gondjuk, 24-ig jutottak már. Tehát a Macik 5-tel többinél tartanak, viszont a kapott gólok számában elég radikális a különbség van. Ugye a Macik 13-szor voltak kénytelenek elkönyvelni, hogy az adott ellenfél betalál. Ugyanez az adat a Titánoknál már 32 kapott gól. Most hát megfordulnak-e, megváltoznak-e ezek a statisztikák ezen a meccsen, vagy tovább folytatódik ebben a szellemben a két csapat szereplése. Ezt tudjuk majd meg a hátralévő remélhetőleg izgalmas percek során. És korongot szerez a vendégcsapat, és igaz pontosan Mazzag volt az, aki a saját harmad bejáratánál elcsírta a pakkot, de aztán sokáig nem jutottak vele, mert már fordul a kocka, és Magosi már a vendég zónába érkezik, és nagy lendülettel lát a Balázs kapcsolódott be a támadásba. A túloldalon Vasános fejlődik fel Szakarisszal egyetemben, majd érkezik Pavuk is, lát a Balázs megpárja most ebben a sorban a Szirántanen. Éppen ők ketten vannak ott a koronggal. Megtartotta lát a Balázs a pakkot, nem volt egyszerű helyzet, de ki kellett korcsázni, hogy ne legyen les. Szakarisz ennek megfelelően nagy tempó, érkezik vissza! Hó! Fordulás közben, esés közben Pavuk Attila szépen azért elcsúsztatta a korongot, de nem talált kaput most a szintén kitűnő formában lévő Egesmedve játékos. Vojtkó Matyi érkezett közben a jégre, ő van most ott a kapu mögött, aztán Vasakhoz csúsztatja a pakkot, átadja kezdeményezést, itt pedig már Pavuk Attila pálya túloldalán. Jó meglátás a túloldalra, visszadobta a korongot, a kipattanó még mindig ott lehet, mert egy Vojtkó lövés érkezett, ami nem volt egyszerűen hárítható, kornak kell kapus. Őrzi a Titánok ketrecét, míg hazai oldalon Kis Bence teljesít szolgálatot, aki egyébként pazar dolgokat mutatott be a nagyon fontos győzelmet hozó FTC otthonában rendezett Erste Liga mérkőzésen. Remélhetőleg már most is láthatunk kitűnő dolgot a fiatal tehetségtől, csak úgy, mint a mezőnyben teljesítő kollégáitól. 6. perc az első harmadban, nincs még gól a mérkőzésen. Berta tette középre a korongot, érkezett Ritó,
szépen fordul, tisztára játsza magát, és akkor nem csak hiányzott Tóth Adrián és Lepánán összjátéka után még veszélyesebb bébáljon ott a hazai akció. Újra járkó Lepánán, hát a dicsértem előjátszókat, hát mindenképpen meg kell tegyem ezt a rendkívül szimpatikus Finn Beckkel kapcsolatban is, aki nagyon pazar formában van, és a legutóbbi szintén hazai égen játszott mérkőzésen ugye a Visegrád Kupa negyeddöntőjének visszavágóján egy egészen szenzációs Jarkó Lepánán szólót láthatunk, aminek a végén egy pazar gólpassz zárta le a Finn Beck kitűnő teljesítményét. Reméljük maradt még ott a tarsolyban azért ezekből a dolgokból. Ládai hozza be szépen a korongot közben. Aztán megpróbálták elválasztani Jeges Medvék a korongtól. A kisét. Szúrós tekintettel feltápászkodó Derek Schönmakers. És hát hogy a kép is mutatja önöknek, a játékvezetők szerint Jedrask kicsit szabálytalan volt ebben a mozdulatban az előző szerelése során, hogy megvan a meccs első emberelőnyös játéka. Fehérvári titánok, tehát két percig emberelőnyben adogatnak. Kis a koronggal szépen feláll a vendégcsapat, jön a lövés, ütemtelenül váratlanul eresztett el. A vendégek 81-es, aki megint közelebb lopakodik. Elakadt a korong. Így lett igazán veszélyes, hogy merre pattan, hova pattan a pak. Aztán végül is oldalra csorgott kis Bence kapuja előtt. De még ott tartják a hazai harmadban a pakot a vendégek. Kocsis tovább tolná. Aztán a felszabadító lövés nem sikerül. Rantanen csapattársát találja. Most jön ki a korong. Majdnem a mennyezetig emelte föl. Láda Balázs pakkot végül is, és szusszanás ideje volt a Medvéknek, de csak egy szusszanás, mert ott is terem azonnal kis a vendégek 81-ese, és azonnal eleresztett egy lövés, de végül is a koronga a biztonsági hálóba csapódott, még kis Bencét érintve. Letett már a kiállítás vele, miközben már 8 perccel is repült a találkozóból. Nem voltak még helyzetek, de tisztességes jó tempóú mezőnyjátékot produkálnak az urak nekünk itt. Answers a koronggal beindítja a játékot egy tempóváltással. Antilla tolja tovább. Nem jól eltalált kísérlet volt. Hero Mechmanen. És emiatt most neki kell hátra korcsolyázni a saját kapu mögé, mert sikerült a felszabadító ütés a maciktól, szépen forgat a sor szitához. 30 másodpercig tart még a macik ember hátránya. A speciális egység most a végén hazai oldalról Tóth Adrián, Pavuk Attila, Gőz Balázs és Colin Joe. Elsőben mindenki mellett ez a korong, de a visszapattanó Answers-nek még jó lehet. Szép a csel, megindul a korongáratás és egy egészen pazar szerelés. Colin Joe tette bele az ütőjét a lőtt paszba. 10 másodperc már csak, amit hátrányban kell eltölteniük a Medvéknek a jéget. Antilla tette volna át a korongot, amit most megszereztek a macik, elindul előre Jedrask, jön középen a társ. Ho-ho! Kiállítás lesz, bizony csak úgy tudták Pavuk Attilát távol tartani a korongtól a vendégek, hogy eltüntették onnan a lábát a csatárnak, és ezért volt az, hogy lassítás nélkül beszállt oda a vendég kapuban, de hát ehhez jócskán hozzájárult a vendégek 26-os a Szita Donát, miközben ott egy kis barátkozás a felező vonalnál Tóth Adrián, és most ehhez szeretnének még a többen is becsatlakozni, nem egyedül volt ott Tóth Ada, hanem Derek Schönmake, vagy bocsánat, elnézést, Kevin Answorth volt ott a vendége, 91-es, akivel összeakadt ott a Jeges Medvék támadója. Egyszer biztosan van a titának tőle két perces kisbüntetés, és Magosi már itt áll csapatkapitányként, és kíváncsi a játékvezetői állásfoglalásra.
természetesen mi is. De aztán a megfejtés már mutatja is kollégám önöknek, Tóth Adrián is lecsicsül a padra, és páros kiállítás lesz, úgy látom. Jön akkor az előző kis atrocitás másik szereplője. Házigazda adogathat emberelőnyben. Nagyon fontos, így most a korom megszerzése sikerült is, Vasankó elhozta buli után, Láda Balázs. És jön egy nagy ágyúzás, kapuvas! Beletette ott, szerintem Rantanen volt az előre húzódó back az ütőjét ebben a távoli lövésben, és ott a Vas segített Kornaker kapusan. Kiemelik a bolyból a medvék a pakkot, Láda. Finom mozdulattal tovább teszi, most Rantanen előtt lövőhelyzet. Önfeláldozó blokkolás a vendégek részéről, Takács gyalogolt bele ebbe a komoly löketbe, de maradott bentve ütőkön még a bank. Vas lőtt passz Rantanennek, most nem volt lekezelhető, de visszaforgat a fintek. Szakadisz csak tovább csúsztatni tudta megtartani, nem sikerült. Láda Balázs vissza Vas Jánoshoz, hogy lője elő, aztán megindul a korongáradás. Rantanen ütőjére varázsolta volna Szakadisz oda a korongot, amit aztán a fintek nem kis nehézségek ellen, de visszaszerez mazzag elől. Szépen forgatnak a macik így ember előnyös játékban, és most elindult Vas Jankó egy gyönyörű cser követően Rantanenhez vissza, hogy akár lövőhelyzet is legyen. Nagyon jól védekeznek hátrányban a vendégek, szépen felállnak, próbálják kompenzálni ugye a hátrányukat. Hát ez egy necces szituáció volt, de nem fújt a sípjába. A játékvezető Szakadisznak kirántották a lábát szerintem. De a tények azok, hogy 30 másodperc van még a Jeges Medvék ember előnyéből. Kitűnő passz érkezik Miskolci Márkóhoz. Átdobja gyorsan a túloldalra Márkó Magosihoz a korongot. Majd vissza a kapu mögé. Érkezni ott Kőz is, hogy segítsen. Aztán Miskolci Márkó kapja a pakot, Magosi! Nagyon nagy cicár volt a meccs eddigi legnagyobb gólszerzési lehetősége, de kirúgta oldalra Kornak el a pakkot. 5 másodpercon hátra most pörgött fel a Jeges Medvék játéka, úgy igazán Gőz Balázs egy szép lövőcsellel még Hambajt elküldte, de aztán már nem talált kaput a kísérlete. Klepanen és Gőz a backpár, Magosi Miskolci és Kulmala támadják most a vendégkaput. Kornaker kapus lépett ki és tartotta meg szépen ott a korongot, amiből építkezik most csapat, a szita fejlődik fel nagy tempóban. Jön a lövés, nem volt pontos ez a kísérlet. Kocsis is bekapcsolódik csapat a támadásába, Ládai, de a kék vonalnál állomásozott és kapta is a korongot. Megpattanó lövés. De elkerülte a Jeges Medvék kapuját, itt pedig egy darabig minden rendben volt fehérvári részről, aztán utána már jött a szerelés, itt pedig jön Tóth Gergő, így lett a veszélyes igazán, hogy megpattant a lövés. Nem volt szabálytalanság, de rendmarad egy fehérvári játékos, gyorsan a sípjába fúj a játékvezető. Egy ütközés követően nem is ment tovább. Ládai tápászkodik fel kicsi nehezen a jégről. A nagyszakálló fiatalembernek szemlátóást, ez eléggé nem esett jól ott az az ütközés. Aztán szerencsére saját lábán korcsázott le a jégről, de le kell, hogy üljön. Ha innen itt szabad szemmel megítélhető a dolog, szerintem tudja majd folytatni a Titánok hatalmas termetű játékosa a mérkőzést, melynek első harmadából 8 perc van még hátra, és nincs még gól a találkozón. Láda Balázs próbálta meg bentartani a korongot, de kisodorták előle a pakkot, ám még marad Jeges Medve ütőkön
a lehetőség. Berta tett előre, korongot is elérkezik most Tóth Adrián, aztán és megint Bertának kell figyelnie. Lát a Balázs gyűjti be végül is a játékszert. Takás pedig Tóth Adát vette kezelésbe, így nem tudott a Maci 22-esen tovább korizni. Hívnak a vendégeknek a pak, aztán ebből pedig egy tilos felszabadítás lesz így. Nem volt a megfelelő kommunikáció összhangotta támadás indításánál a vendégeknél, ezért is lett tilos belőle. 7-es perc, 22 másodperc van az első harmadból hátra, amikor a vendégharmadból bedobással folytatják a Medvék. Vasára szerzi meg újból a korombot, Leppanen és a Laszkost a megpárt. Pavuk csak lánykézzel tovább tolja, és még így megvan a korom! Hú, mekkora helyzet volt! Pavuk egy lövőcsellel tisztára játszotta magát, kibújt két fehérvári játékos között, jött is a lövés, de korna kell állítani tudott. Hát Szakari Szalámbának kezdjük kézzel a vendégek, megint ő kapott egy csomagot ott a fehérvári kapu mögött, ezúttal sem látott a játékvezető szabálytalanságot. Sándor most perdült a bugy után a korong, és ebből most fordul a rendőrcsapat, jön előre Kocsis jóvoltából a titárok akciója. Aztán ez a indítás egy picikét, egy pár centivel hosszabb lett a kelleténél, és nem a plexiről pattant a jégre, hanem a biztonsági hálóba landolt a korong. Jó tempót diktálnak a vonalbíróknak, meg is volt a bedobás. Alig hogy oda érkeztek a játékosok, indult is útjára korong, és érkezik oda nagy tempóban. Pulvala, aztán elhozzák a vendégek a korongot. Mondom én, Magosi nagyot küzd Kocsissal, a vendégek 9-ese ugyan elüti a pakkot, de nem társhoz ment. Miskolci Márkónak kell visszafordulni, mert a játékvezetőn egy picit megpattant a gumidarab, majd egy nagyon higgadt korong kihozatal. Magosi jól látta meg, hogy üres a terület ott Gőz Balázsnál, és ott meg lehet indulni. Kulmala, Miskolci Márkó, ketten építkeznek, bejött Miskolci Márkó, hogy lőhessen jobb szögből. Picit tévesztett csak a támadó. Kolincsú tartja ott még a korongot, és megint csak Magosi, aki ott megvívja a harcát, hogy megtartassa a pakkot. Miskolci Márkó csatlakozik be. Kolincsú lövését azonnal blokkolja Kocsis. Kolci Márkó csap le a pakra, próbálja megtartani, aztán csapata szempontjából fontos korongszerzés Kis Patrik részéről. Elütötték a vendégek, hogy cserélhessenek, és ugyanezt teszik a macik. Gőz Rantanen most a backpár a bent lévő sorban. Tóth Gergő, Albert és Köllő vannak bent a negyedik sorra. Fiatal sor dolgozik nagy erőkkel most a jégen. Szépen akasztotta meg ott a felező vonalnál Albert és Tóth Gergő a vendég akciót. Aztán itt már nem sikerült bent a pályán tartani a korongot, kipertült oda a vendég kispadra a pak. Puff! Ennek sajnos most áldozata van, azonnal jeleznek a orvosi segítőknek. Na és ott Kruger István vezetőedző segítőjét fejen találta ez a fonák perdítés. Teljesen kezdődik a mérkőzés. Hát ilyenre nem nagyon van példa, vagy nagyon-nagyon ritkán, de sajnos most éppen láthattuk, végignézhettük, de már ott el is látják a sérülést. És remélhetőleg nem lesz semmi komolyabb probléma. Ezúton is jobbulást kívánunk a fehérvári szakembernek. 5 perc van hátra az első harmadból, amikor a hazai kapu elől folytatódik bedobással a játék. M-Surf érkezik vendégek részéről, és Berta Ákos pedig hazai oldalról. Éppen hogy csak, de még nem csúszott ki a korong. Hiro Wegmaner még kapura húzta gyorsan,
sem is volt rossz kísérlet, nem tudta kidobni azonnal a korongot Kis Bence, ezért egy újabb bedobás ugyanonnan arról a bedobó pontról. Változatlan felállásban Berta és Emsworth álltak oda, mire kimondom már, érkezik Tut. Adrián is elindulhat korongszerzését követően, Vegas Patrick támadása. Schönmakers ropogtatja meg egy kicsit Bertát itt a palánkon, de azért visszajön a Bertákoshoz a korong, ez egy kitűnő szjáték Ritóval, de jól zárnak vissza a titánok, és végülis az övék lesz a korong, egy kis ügyjel bajjal, de most már fehérvári ütőkön a pak. Néről építkezik a vendégcsapat, ezt nagyon szépen oldotta ott meg Kis, és nagyon, nagyon elegánsan Láda Balázs is. Ez kevésbé volt az elpasszolják magukat a macik, aztán Rantanen meg kell javítani a hibáját, és érkezik oda Albert. Nagyon komolyan veszik a csapatokra. Koronggal közeledik egy vendégjátékos, egy ellenfél a kapukhoz. Hoppá, hoppá! Visszazökkent a helyére kapuján, gondoltam volna. Túl nagy lendületén érkezett oda Szita, és majdnem ráborított a Kis Bencére kapu, de aztán visszabillent a helyére. Kettrec is mehet tovább a játék. Mindkét oldalon sorcserék, miközben Köllő üldözi ott a korongost. Hát hatalmas mezőnymunka dúl a jégen, még ha annyira nagyon nincs is fogalmatja, hiszen helyzetet aránylag keveset láttunk. Pacik előtt volt, a legnagyobb talán ott magasi lövését követően. De nagyon jól dolgoznak a titánok is kocsis ütőjén most a korong. 3 perc 25 van hátra az első játék részből. Fiatal sort tartja Berta, igen, továbbra is Tiszel vezető edző. Csalbert üti tovább a korongot. Jedrask előtt még Köllő érkezik oda a pakhoz. És Kocsis is ott van, ő kék vonalon állomásozott, hogy kapassa a játékszert, és kapta is, de utána folytatás már nem úgy alakult, hogy kellett volna. És itt egy icipici hiba, egy rossz korongkezelés Takács részéről, és kipernőlt a hazai harmadból a pak. Bedobással folytatódik a játék, de már csak 2 perc 58 van hátra az első harmadból. A meccs elején gyorsan kiosztottak a játékvezető 2-2 kiállítást a csapatoknak, aztán azóta tényleg minden szempontból megnyugodtak a kedélyek, csak a játékra figyelnek a legények. Sakaris nem lehet eltántorítani, eltolni a korongtól a macik 81-esért. Palánk tövébe körben lőtt korongra végül, és Rechmanen csap le. Nagyon nagy takarás volt Kis Bence előtt, de szépen dolgozott ott a kapus, és behúzta a lepkésbe a pakkot. Meg volt a bedobás, és Ross János mellett egészen szenzációs statisztikát produkál a bedobások utáni korongszerzésben. Rasmus Kulmala is, most is ő hozta a korongot, és őt indítják. Egész pontosan ott Magos is, őt meg is van a korong, középre megy Miskolci Márkó csapla, és Kulmala is ott van. Most próbálnak egy komoly zűrzavart okozni ott a medvék. Magos itt érő fordul, keresi a megálcató társat, de most pont ellenkező ütemben mozdult Kulmala, és mögé jött a korong, már a bekek sem érték el. Láda is csak saját kapu mögött. A lőtt passzra odaér a saját korongjára tulajdonképpen Láda Balázs, miközben elkezdenek cserélni a medvék. Kulmala korong szerzése után Pabuk gyűjti be a pakkot, jó meglátás. Rantanen előtt itt egy aránylag szabadabb terület. Belövi üres terület, hogy érkezzenek a társak, és érkezik itt döbbenetes tempóban Pabuk, ahogy szokott, és meg is szerzik segítségével a társak a korongot. Vasáros van még ott a kapu előtt, Sakaris is ott van. Ó, nagyon nagy játék volt! Peter Sakaris egy pillanatra kivárt, kornakker eldölt, és átemelte a kapuson a korongot a macik 81-ese. Nagyon higgadt, nagyon szép megoldással szerzi meg a vezetést a házigazda.
amikor már csak 1 perc 22 volt hátra az első harmadból. Peter Sagan is a gólszerző.
Horváth Gábor játékvezető körbeintett minden érintettnek, és miután mindent rendben talál, elkezdődött a második harmad a DVTK Egesmedvék Fehérvári Titánok Eszterliga mérkőzésen. Az első 20 perc játékot 1-0-as előnnyel zárták a macik. A harmad 19. percében Peter Sakaris volt a gólszerző, és itt majd nem gyorsan változtat az eredményen a házigazda, Magos jött előre, és elég veszélyes volt az a lövés bizony, még ha nem is volt a legideálisabb lövő pozíció a macik 82-es előtt, de szépen oda pörkölte Magosi, aki ez oda csorog most a korog, és egy szenzációs váltás, Miskolci Márkó indul előre, nagyon gyors Márkó, de amennyire szépen tört előre a macik támadója, annyira szépen szerelt egyébként Sándor Flórián, a Titánok 70-es, aki most érkezik oda saját kapu mögé. Picit Kornaker kapus megtréfálja őt is, de lényeg a Beck nagyon szépen dolgozott, komoly helyzetben hatástalanította az előretörő Miskolci Márkót. Szakari szerkezik oda, és szépen beszél a korokon! Jaj, de nagy játék volt! Most jön küldi be! Hát ez Pazarösz volt, ez a Pazarösz játék! Szakarisz a levegőből kapta le a korongot, és egyből jött a keresztpassz! És a vetődő Kornaker felett mellett Vasankó megszerezte csapat a második találatát! Fú, de szép játék volt! Villámgyorsan odaért ellenfele kapujához a házigazda is! Már 2 gólos a miskolci előny! Peter Sakaris eddig nagyon csillog-villog ezen a meccsen, jól játszik, sokat mutatja magát, veszélyesek a megindulásai, és gól és gólpassz a termése eddig a támadónak. Pavuk Attila kapja a korongot, és nagyon nagy tempóban jön előre, de jó volt ott a vele szemben védekező Szabó. Látta a bemutatott blokk, de azért néha most itt olyan tempóban indítják a játékot a medvék, hogy néha csak nyomozzák a korongot a Titánok. Látta Balázs érkezik, Pavuk tovább pörgeti, Rantanen csatlakozik oda az üres területre. Sakaris forgat vissza, Pavuk Attila kapu mögött. Vasjankú Pavuk összjáték, de szépen adták ott ketten el. Próbált betolatni, befarolni Pavuk, hogy még kedvezőbb szögből lőhessen. Nem talált el a kaput a kitűnő támadó. Közben itt a vendégharmad bejáratánál Láda Balázs küzdött 3 titánnal. És meg is lett a számszerű fölénynek az eredménye, mert megszerezték a vendégek a korongot. Azért figyelniük kell, hihetetlen elánnal remek felfogásban indítják a második 20 percet a Jegesmedvék. Tud Adrián a korokkal! Azt az eget, hogy ezt te szívesen visszanézném, hogy ment onnan ki az a korong, a kereszt vas alját csípte. Pedig a technika rendelkezésre áll, itt simán visszanézhetnék a játékvezetők, de úgy döntenek, hogy nem, nincs erre szükség. Egészen szenzációs volt Tóth Adrián mozdulata. Nagyon-nagyon gólt érdemelt volna. Ahogy Pavuk Attila is próbált eladni az előző lövőhelyzetet, hát hasonló módon készített ott magának kis lövő pozíciót Tóth Ada is, csak a ő kivitelezése még pontosabbra sikerült, mint a kollégáé. Kocsis ütője mellett elcsúszik, mutatja a vonalbíró, hogy mehet tovább. Colin Joe és Gőz Balázs dolgoznak most ott hátul, és Kocsis visszaszerzi a korongot, ő nyúlt mellé. Ezt próbálta kompenzálni a fiatalember. Köllő a harmad bejáratától elereszt egy lövést. Egy Szallert kéri magához a vezető bíró, mert látványos, nem egészen indokolt volt ez a szituáció. Köllő régen előtte már a korongot, és még mindig dolgozott ott ellenfelén a Fehérvár játékos. Hát alaposan megváltozott a mérkőzés tempója, az első harmad sem volt egyébként rossz előadás, na de itt most aztán még csavartak egyet a sebességen a legények.
csak tanácskozásra kimegy a vezetőbér az egyik vonalbíró Valtiszer mesterhez. Meg lehet még az előző szituáció, vitatják meg ott a Miskolci kispad előtt. De bocsánat, elnézést, a két vezetőbíró van a természetesen. Skúger mester is meghallgathatja a játékvezetők állásfoglalását. És akkor ugye az előző szituáció után eljött a játék megszakítás, most fognak videózni a zebrák, lehet, hogy akkor mégsem 2-0 marad az állás, vagy ha úgy tetszik, mégsem csak kapuvas volt ez a Tótad a fél lövést követően a helyzet. Talán még meg is tudja önöknek mutatni, operatőr kollégám, itt egészen közvetlenül alattunk zajlik a videós visszanézés. De természetesen azért nem úgy helyezték el a zsűri fülkébe ezt a visszanéző monitort, hogy a közvetítő kamera is mindent lássa. Nem ez a fő cél természetesen. Minden esetre ott már állásfoglalás is következik. Jön vissza a vezetőbírói páros. A legközelebb állók már tudják talán, hogy mi lesz az ítélet. És erre várunk most mi is, erre várnak a csapatok is. Gyuhász Gábor és Sós Dániel tanakodnak, nézik végig a felvételt, és ezután jön majd most az állásfoglalás, hogy mi is lesz, hogy is lesz. Gól! Szóval ez gól volt akkor! Csak az elfogódottság mondatta velem, hanem valóban bentről jött ki. Oly nagy erő volt Tóth Adrián lövése, hogy kidobta a háló a korongot. És így akkor a második, harmadik percében Tóth Adrián nem kapuvasat lőtt, hanem gólt. Hogy eltelt egy fél perc, vitatott szituáció után jött az első játék megszakítása és jött a videózás is. És akkor itt már nem is kell videózni, mert egy nagyon gyors válasz. Oda zúdultak a vendégek és a kapura. És megvan a szépítő találat. Kis Bence kapus nem volt a legegyszerűbb helyzetben. A hárítás most nem is sikerült neki. Egy percen belül, tehát még mindig a harmadik percben vagyunk, amikor jön a szépítő találat vendégek részéről. Hát alaposan beindult egyébként a második harmad. 1-0-ás Jegesmedve előnnyel kezdődött ez a második 20 perc, és itt most hirtelen már a harmadik gólt láthatjuk, pedig 3 percet tart az egyébként kitűnő ütközet. Emsworth fordul nagy lendülettel, de annyian vették ott körbe, hogy nem sok esélye volt. Még bele tudott ütni a koromba, de vissza is vonom gyorsan, mert ott Rantanen is érkezett, és Hiro Vermanen is. Ellenfélre játszó honfitársa Hansi Rantanennek csíptel ott a korongot, majd hogyha már a finn kontingensről szó van, akkor Rasmus Kulmala tűnik ott fel a saját kapja mögött, és ő szerzett korongot, és ő indítja el a macik akcióját. Rantanen lövi körbe a palánkot, na még egyszer a palánk tövében a korongot, amit aztán most megszereznek a fehérvárjak, de ez így les. Mutatja a vonalbíró, és behozzák a hazai kapu elé a játékot. Hát alaposan belekezdtek a csapatok ebbe a játék részbe. És úgy igazán helyzet nélkül jött a titánok szépítő találata. Volt ott egy jégre kerülő, szinte a kapu
elé becsúszó Fehérvár játékos. Ez is zavarta picit szerintem Kis Bencét a hárításban. Most minden esetre tilos felszabadítás miatt megáll a játék, és újból visszajönnek a jégen lévők a hazai harmadban. Jeges Medve részről. Colin Joe. Vojtko Mátyás. Előbb pedig Szakarisz, Vas és Pabuk Attila küzdenek a korongért. Majdnem megszerezte Vasempol korongot, amit ugyan mégis nem tudott megkaparítani, de a vendégek akciója is megakadt. Vas teszi üres területre, ahova Pabuk érkezik, sőt a túloldalon bekapcsolódott ott Szakarisz is. Aztán mégiscsak sikerül a vendégeknek kiemelni a pakkot. Úgy félig, Kocsis, ez egy higgadt megoldás, Szaller csatlakozik be az akcióba, és ezt pedig látta, én figyelte Kiskapus is a távolról, de annál veszélyesebben érkező lövést hatástalanította a miskolci kapus. Tiszelmester is szépen adagolja kapusainak a meccs rutint, a meccs számot. Ferencváros otthonában játszott ezt a liga mérkőzésen Kis Bence védett, aztán itt a Népkert évcsarnokban Miskolcon a Visegrád Kupa negyeddöntőjének visszavágóján már a Dorján kapus, és most újból az ezt a liga meccs, és megint Kis Bence teljesít szolgálatot. Itt mindkét kapusát tűzben tudja tartani a svéd szakember, és bizony ennek csak a csapat látja majd igazán hasznát. Tóth Adrián jön előre, aztán üti előre a korongot, Berta érkezik a túloldalon, de nem sikerül megszereznie, hanem elindulhat ebből talán egy fehérvári ellentámadás. Nagyon szép korong kihozata, de annál szebben jött ki hasznosabban kapujába a Kis Bence, és a nagy pártalott megakasztotta a fehérvári korongjáratást. Lepanen nagyon higgadtan körbe csorgatja Palánk tövébe a korongot, amivel most Ritó indulhat el. Ritó próbálott bekanyarodni, elsőre nem sikerült, de szépen tartja meg a ütőjén a korongot a fiatal támadó, még mindig nála a pak, most jön a váltás, Rantanen csatlakozik az akcióhoz, éles szögből leadott lövése, nem pattan ki kornakerről, így a fehérvári harmadból folytatódik bedobással a játék. A második harmad 6. percében járunk, DVTK Jegesmedvék fehérvári titánok 3-1. Az aránynak ritkán van, még a hihetetlen gyors jégkorong meccseken sem sokszor, de tulajdonképpen 2 perc alatt 3 gólt láthattunk, mert ezt produkálták tulajdonképpen a csapatok nekünk így a második játékrész elején. A második percben Vas János ütötte be a második miskolci gólt, majd a rákövetkező percben Tóth Adrián és betalált a fehérvári kapuba, és még a harmadik percben volt járt a meccs, amikor jött a szépítő találat vendég oldalról. Ez itt fog folytatódni, az nem lesz rossz. Közben pedig egy késleltetett kiállítás volt, egy egészen pár másodpercig már Kornaker kapus elindult lefelé, de aztán elvesztették a korongot a társak, és Magosit érinti a kiállítás. Ő csücsült le a büntetőpadra, és kezdhet egy 2 perces emberelőnyös játékot a vendéggárda. Testreütésért kapta ezt a kis büntetést a hazai csapatkapitány. Ez a meccs során ez a 3. 2 perces kis büntetése a maciknak, és a vendégek meg is szerezték a korongot a bedobás után, és most indul a tánc, Kis teszi tovább, majd kapja vissza. Reiter várja ott a kék vonalon, aztán végül is Kis lőtte el, nem is veszélytelenül, de szépen hárított Kis Bence kapus. És egy szép mozdulat Vas János fonákkal tovább terelte még a pakkot. Lepanen, Rask védekeznek a speciális egységben hazai részre, a Pabuk és Kulmala pedig támadnak. Rasmus Kulmala korongot szerez, nagy szóló, de nem tudta beütni! Mekkora zicser volt Kulmala előtt, de most nem sikerült beterelnie
finn tehetségnek a vendégkapuba a korongot. Komoly gólszerzési helyzet volt. Hát nem lassítanak a felek szerencsére, és ennek okán egy kitűnő mérkőzést láthatunk. Ide-oda lüktet a játék, helyzetek itt, ott. De ahogy az eredmény is mutatja, azért kicsit jobban sápálkodik lehetőségével a házigazda. A fiatal fehérvári egyesület pedig küzd rendesen, becsületesen itt a miskolci jégen, ahol hát nem egyszerű pontokat, győzelmet szerezni. Ebben a szezonban még nem is sikerült. Pedig a meccsen senkinek. Most viszont korongot szereznek a vendégek, és jön a lövés, és jön egy hatalmas nagy gól. Kis Bence egy picikét talán mellé nyúlt, és Vermanen, a vendégek 60-asa, tovább farag csapata hátrányából. Az ember előnyét még így éppen be tudta fejezni góllal, a vendégcsapat 6 másodperc múlva jöhetett volna vissza a kiállított Magosi, de nem 3-1-nél lép a jégre a kapitány, hanem már 3-2-nél. A második harmad 9. percében járunk. És a titánok 60-asa Iiro Vehmanen szerezte a csapata második találatát. Nem hiába dicsértem itt a meccset, a csapatokat kőkeményen beleálltak a küzdelemben mindkét fél jégen lévő játékosai. Sakaris Gyötrik nem kis erő kell, aztán mégiscsak sikerül a vendégeknek kiemelni a korongot, amit Vas szerez majdnem vissza. Aztán ebből a majdnemből az lesz, hogy Balog elindul előre saját korongja után. De sokkal gyorsabb nála Vojtko, és már indítja is Pavuk Attilát, aki megkocsijázik a vendég harmadban, nem teszi egyből a korongot, hanem csak most! Becsorog még a kapu elé Vas János, küzdött nagy erőkkel ott Ládaival, és nem volt már lehetősége Vas Jankónak kellő erővel kapura terelni a pakkot. És a titánok kapuja elé csorgó korongot pedig a kapus kornak kell hatástalanította. Vendég kapu elől bedobással folytatódik a meccs, Magosi van ott hazai részről és mazzag a vendégektől. Magosi a pak, Kolincsó rásuhintja, egy picit tévesztett a kitűnő bek. A pálya túloldalán megint csak ő tűnik ott fel, és ő teszi tovább a korongot. Magosi és Kulmala küzdenek ott fehérvári ellenfelekkel. Kulmala térő fordul, próbálja leszakítani magáról a Kládait. Itt már az első is nagyon karcos volt, amit a Kládai bemutatott, de azt még meghúzta. Nem gondoltam volna, de a második aztán már végképp még egyértelműbb volt. A finn fiatalember alaposan megforgatta, megszédítette a nagyszakállú fehérvári játékost, és ennek így egy kiállítás lett a vége. Nézzük! A második harmad első ember előnyét borra tudta váltani a titánok csapata. Most a második harmad első hazai emberelőnye kezdődik meg, és meglátjuk a medvék, hogy sápálkodnak ezzel majd. Vas, Pavuk, Sakaris támadnak, Láda és Rantanen védekeznek most az emberelőnyös játék során a medvéknél. Láda Balázs ütőjén a korong. Vas Jankó elindul. Kapja is vissza Pavuktól a korongot, kapta volna vissza, de jó volt ott egy közbenyúló mozdulat a titánok részéről, és most már milyen hátra kellett olasson Láda Balázs. Rantanen érkezik nagy lendülettel, és megindítja csapatának játékát. Pavuk, Sakaris második hullámban érkezett a szépen lekészített korongra. Láda Balázs, Vas János. Jön a lövés, nem is volt bizony veszélytelen, a
aztán Szakarisz elé perdül a korong, de már nem tudta kapura terelni. Egy kicsivel mellé csak a korongot a kitűnő játékos, Vas János. Tovább dobja, még a kiállítás vele hátra van, a Medvék még forgathatják ellenfelüket. Láda Balázs a koronggal. Szakarisz a túloldalra teszi, érkezett is Vas, de nem tudta megütni a korongot, inkább visszaforgat Pabuk Attilához, újból Ládánál a pak. Szakarisz, jön a lövés, jön a hárítás, és nincs tovább, nincs kipattanó. Szépen dolgoztak nagyon a jégen lévők ebben az emberölnyös játékban, és még 42 másodpercig tart tovább a 5-4 elleni szituáció. Leppanen és Gőz érkeznek. Kupala, Magosi és Miskolci Márk társaságában a jégre. Jákó Leppanen felügyelte itt a korong útját, majd Miskolci Márkó térül fordul, próbálja tisztára játszani magát, 30 másodperc még a hazai emberőnyből. Miskolci és Kulmala, ott egy pici zsebkendőnyi területen. Kapu elé belőtt, korongra érkezik Gőz Balázs, és Kornakker kapus nagyon nem vette jó néven, hogy ott feltűnt a hazai bek. Aztán lassan megnyugszanak a kedélyek. Másodpercig még emberölnyös játékot folytathatnak a Medvék. Hát a rend kicsit erőltetett így a párhuzam. Minden esetre tény, hogy így a emberölnyös 2 perc végén tudott gólt szerezni a vendégcsapat. Nézzük, a Medvéknek sikerül-e. Leppanenhez jön a korong a buli után. Jön a lövés, kipattan és gól! Sikerül gólt szerezni! Magosi Bálint vágta be a hálóba a Kornakker a kipattanó korongot. Jarkó Leppanen ágyúzott egy nagyot, a kapus csak beleérni tudott, a kipattanót pedig a kapitány értékesítette. Minden gól jókor jön, ez különösen jókor jött, mert közelebb lépett a házigazdához a fehérvári vendégcsapat, de egy újból 2 gólos az előny. A második harmad 12. percében járunk, és Magosi lőtte előnyből csapata újabb találatát. DVTK Jeges Medvék fehérvári Titánok 4-2, 8 perc, 15 van hátra a második 20 percből. Vojtko dolog meg, majd ott egy nagy ütközés Ládaival, de meg se rezdülnek az érintettek, megy tovább a játék. Colin Jolt saját kapu mögött, Vojtko szépen pöcköli tovább, és gyönyörűen forgatnak üres területre a Medvék, érkezik Ritó, jó a csel, beindul Ritó Laca, egyre szépen csinálta, és majdnem gólt szerzett a fiatal támadók, egyre jobb formában van, nagyon szép gólt ütött a Visegrád Kupa meccsen is, itt hazai égen Ritó Laci, és most is ő dolgozik ott nagyon Ládai mellett. Pazar meccset láthatunk. A találkozó elején ez egy kincstári optimizmus volt részemről, hogy de remélhetőleg minden igényt kielégítő jó meccs lesz, de nem cáfoltak rám a legények. Szerencsére valóban nagyon komoly, nyílcsisakos jégkorongot láthatunk, támadnak nagy lendülettel a felek. Itt a Szakarisz korongot szerez és jön is oda mögé, Pavuk pedig kirepült a kezéből az ütőnek, kapott egyet a padról, folytatja tovább akcióját a házigazda, míg nem a Titánok megszerzik a korongot. És ez is ígéretes, ez a kontra, hogy elindul most előre. Aztán Pekére elcsúszik Péter Andor. Szabó próbál lőni, jön is a Polák lövés, de jó volt a blokk. Pavuk a legjobb kor volt a saját kapuja előtt, elakadt benne ez a kísérlet, és most már indulhat előre egy hazai válasz, csapás, Vas János szépen forgat át. Megint jön hozzá vissza a korong, Jarkó Leppanenhez. Leppanennel csináltak egy ilyen keresztpaszt, egy korongváltást, és volt is lövőhelyzet. Jetrax bomba, elakad a kapus előtt még a korong. Kocsis az elé perdülővel megindul előre. Aztán Jetrax áthatolhatatlan fal volt ott, és meg is szerezte a korongot.
sorcsere mindkét oldalon. 6 perc, 10 másodperc van hátra a második 20 percből. Kulmala középre teszi, Beckesford, Miskolci, Márkó, mert Pavuk Attila gazdátlan ütője, ez pont ott volt a égen. Jed Raspot szabálytalan berepült a hazai kapuba. Kevin Ainsworth, de egy egészen pazar keresztpaszt kapott ott a vendégek légiósa. Ezt ki kell emelni. Jól láttam, hogy Sörvéken terelt át horrákkal a korongot. Így pedig, hogy ne legyen gól, ezt megakadályozandó Jed Rask szabálytalankodott, aki le is csücsült a büntetőpadra. Na most akkor egy újból egy ember előnyös játékhelyzet a titánok előtt. Megszerzik a korongot, jön a lövés, de nincs kipattanó. A kékvonalról egy nagy bombát eleresztett Vehmanen. Arra számítottak ott a jégen lévő társak, főleg Antilla, hogy lesz kipattanó, de nem volt. Kis Bence szépen elnyelte ott a korongot. Újból Vehmanen. Úgy, de veszélyes kis lövés volt, és felperdült a korong, de szerencsére hazai szempontból jó irányba pattant a pad. Nagyon megtolják ezt az emberölnyös játékot a vendégek, de nem kis erők védekeznek most speciális egységként ott piros-fehérben. Magosi lábát lőtték ki, de ez azt jelenti, hogy jó volt a blokk. Nem tudta kiütni ott Kulmala pakot, ezért megy most nagy tempóban, nyomozzák a játékot a vendégek, és nem sikerült megtartani utott a medvéknek a pakkot. Az lehetett volna kulcspont, a Kulmala ki tudja ütni, nem sikerült neki. Így addig forgattak nagyon szép pontos játékkal a titának, hogy jött a szépítő gól. Egy újabb emberölnyös találat. A 15. percében járunk a második harmadnak. Számomra teljesen megfejthetetlen egyébként, hogy ha visszautalunk még az előző szezonra, aminek túl sok értelme nincs, mert minden szempontból más dolgok voltak. A titánok nem szerepeltek túl bravúrosan az elmúlt szezon során, és meg lehet, hogy tévedek, de talán ez a szezon sem feltétlenül róluk fog szólni. Hát valamiért nekik itt ezen a jégen, itt a Népkert jégcsarnokban valamiért mindig megy. Ha ennek valaki elmondja az okát, akkor már bölcsebb lehetek, de egyelőre egy saját erőből nem tudom megfejteni. Minden esetre az tény, hogy a sokadik olyan meccsét játsz a fehérvári csapat, ami hogyha számukra többször zsinórban megismételhető lenne, akkor nem ott állnának nem annyi pontszámmal a most futó bajnokság során sem a tabellán, ahol elpasszolják a korongot a macik, aztán Colin Joe lelassul a pak, és rátegye rá Kis Bence, hogy biztos, ami biztos, ott maradjon. Biztonságos helyen legyen a korong. Perc 20 másodperc van hátra a második harmadból, DVD Geiges medvék, fehérvári titánok 4-3. Jön a távoli lövés, kipattan Kis Bencéről, aztán másodjára korrigál. Eléggé megnehezítette ott a bekkek dolgát Mazzak Dániel. Hatékonyan kavart ott a fehérvári 71-es a Miskolci kapu előtt. Buli után most Antilla csapja a korongra, nagyon felpörgette a góla titánokat, mint ahogy a medvék is nagyon agilisan jöttek ki erre a játékrészre, hát ugyanez elmondható a vendégcsapatról is. Komoly csatadúl itt a jégen a második harmadban. Tut Adrián emeli ki a korongot, nagyon szépen Ritu indul előre, ott van mellette Berta, ő is kapcsolódik be most ebbe a játékba.
Egyre szépen ütemtelenül előtt a takarásból Bertalákos azt a korongot. Nem is volt veszélytelen, de szépen védett Karnaker a Mamuttal. Tóth Adrián jó voltából ott maradt még támadásban a házigazda. Berta érkezik segíteni, aztán őt lebirkózzák. Ritó őrzi meg a korongot. És még mindig megvan a Maciknak a pap. Leppanen emelte be oda, hogy kezdjenek vele valamit a társak, de Karnaker lepkésébe pihen már ott a pak. 3 perc 26 van hátra. Bedobás után Miskolci Márkó és Magosi Bálint, akik ott építik a medvék akcióját, Kurmalá. Picit hosszú volt a saját indítása, de kisegítette őt most ő, Miskolci Márkó, aki még bent tartja harmadban a korongot. Nagyon szép játék, Magosi tette volna tovább a korongot Kurmalához is. Nagyon nagyot hárított ott. Fú, nem kicsit, Mehnanen. De még a Macik ott tartják a korongot a titánok kapuja körül. Ez egy távolézem is, jól lehet jön Láda a Balázs lövése. Hol a korong nem nagyon látja senki, most csap le rá. Egyébként Ainsworth találta meg leggyorsabban, de előtti nem nagyon tudta. Kulmalá nem kapura, hanem egy összjátékot kezdeményezett Makosival. Nem sok hiányzott, hogy egy pazar szituációt eladjanak a medvék. Magosi visszaszerzi harmad bejáratánál a korongot, és ebből jöhet egy válaszcsapás újból. Miskolci Márkó és Kulmala dolgoznak ott nagyon, még mindig ott a pak, még mindig. Aztán padokat lebirkózzák, és így már nincs lövőhelyzet. Fű. Hát nem kis energiát tettek ebbe a játék részbe a csapatok, és ennek sokról is egy kitűnő mérkőzés lett az eredménye. Az utolsó 2 perc kezdődik el a második harmadban. DVT-k elges medvék Fehérvári titának 4-3, miközben a medvék korongot szereznek, és Pabuk Attila már nézi, hogy kit hozhat játékba. Térő fordul a Macik 12-es, Szakarisz kapcsolódik be a támadásba. Pabuk hátra teszi Colin Joe-nak, de nem volt lekezelhető ez a pak, nagyon mennie kell most Colin Joe-nak, de nagyon jól helyezkedett és szépen oldotta meg a back ezt. A másik back, Gőz Balázs szágoldott előre. Miközben Vas támadja le a korongos Fehérvár játékos, de csak megoldják a vendégek. Kocsi sütőjén a pak, de szép csel volt, jön előre az akció. Kis Bence felpörgeti egy magának egy picit, aztán rátegye rá gyorsan a pakra, mielőtt még odaérhetne valaki. Hát jött egy... Egyébként nem rossz tempójú, de aránylag kevés helyzetet hozó első játékrész, majd ennek a gyökeres ellentéte ez a második 20 perc. Ha most ezek után valaki meg tudja mondani, hogy hogyan folytatják a fiúk ezt a meccset, hú, nem látok. Miközben Ritó előre jön a fehérvári kapu, az az utolsó perc kezdődik el a második harmadban, és Tóth Adrián lett volna választott társ, de nem hagyták lőni Tóthanát a vendégek. Antilla jön előre, kapura tartó lövését oldalra tereli Kis Bence, majd ott már bekapcsolódnak a medvék, és ővék lesz a korong, Jed Rusk. De mégsem, ő kedvező pozícióban volt, de a fehérvári kollega Antilla csapott le a pakra. Reiter, őt sem sikerült elválasztani, most jön a lövés, megpattanó korong, a kapu mellé száll. Ládai, 30 másodperc közben. Jákó Leppanen egy szép csel után elindul előre koronggal. Nagyon ingattan, sokat vállalva játszik ezúttal is a feedback. Üres területre lövi a pakkot, túl oda érkezik, miközben a társak cserélni tudnak. Schönmakers próbál belapakodni a harmadba. 10 másodperc játékidő még, miközben a saját kapu mögött Láda Balázs kontrollálja a korongot. Magosié már a pak. Keresztpaszt lett volna, aztán ebből az lesz, hogy véget ér a második 20 perc. Nagyon beindultak az események, és egy kitűnő jégkorong mérkőzésen szórakozhatunk. Kétharmadnyi játék után DVT-k Eges Medvény Fehérvári titánok 4-3.
süket az egész. A vezetőbíró részére már mehetett volna a játék, de akkor még mindenki fölnézett a kijelzőre, és most telik majd le a szünet negyed órája. És ebben a pillanatban indulhat el a játék. Kettő harmadnyi játékot követően tehát DVTK Jegesmedvék Fehérvári Titánok elszalik a mérkőzésen 4-3. Hatalmas gól eső áztatta itt a pályát a második játékrész során. Az első harmadat 1-0-ra nyerték a Macik, és akkor onnan jött egy egészen káprázatos 20 perc fordulatokkal, gólokkal. Kapuvas is volt, ami aztán végül is videózás után kiderült, hogy gól lett. És úgy indul a mindent eldöntő záró 20 perc, hogy egy góllal 4-3-ra vezet a házigazda DVTK Jegesmedvék csapata. A bedobás után azonban most a vendégek Antillai a korong, és Csendrászk is érkezik oda, és még sokan mellette. Én azt gondoltam elsőre, majd Rászké lesz a pak, aztán végül mégiscsak az övére sok érintés követően, és ebből indul most a miskolci akció. Magosi még előtte a harmad bejáratától is lemegy sorcserére, miközben a régen lévő társak küzdenek ott a korongért nagy erőkkel, és Miskolci Márkó két Fehérvári között is megtartja a pakot. Aztán végül is érkezik a Antilla, már a negyedik fehér felsőben lévő ellenfél, aki aztán elválasztotta Miskolci Márkót a paktól. Szakadisz, Vas, elől Pabuk, Rantanen és Láda Balázs pedig backpárként a jégen most hazai részről. Az üres terület remelt korongra érkezik ott Pabuk, és érkezik ott még jó pár játékos, de Szita volt az, aki el tudta ütni a korongot Fehérvári részről. Sőt, most már itt hátul Rantanen nagyon szépen engedi tovább Pabuk, Szakadisz előtt ott egy folyosó nyílik. És ment is Pavuk Attilához vissza a korong, egy gondolattal talán hosszabb lett az átadása kelleténél, de Szakadisz tovább küzdött a pakkal és az ellenféllel. Láda Balázs lövi el a korongot, ezúttal nem sikerült olyan gyilkos lövést ereszteni, mint a Ferencváros ellen kétszer is, de Vas János szerelése dicsérhető. Egy pici hiányzott ahhoz, hogy ott ki tudjon ugrani Pavuk Attila ezzel a előre tett koronggal, de ez a pici ezt most azt jelentette, hogy hosszabb lett az átadás a kelleténél, és így most a hazai harmadból folytatódik bedobással majd a meccs. A buri után ezúttal most a Macik szerzik meg a korongot, és az Rantanen egy keresztpassz mutat be, de Pavuk Attila lett volna a társa, címzett, elpattogott ott a tényleg kellemetlenül érkező korongot a támadó ütője mellett. Berta van most bent a jégen, ő szerelt szépen, de Péter ott még megtartja a pakkot. A palánk tövében kis területen most jól adogatnak a vendégek. Takács lőtte be a hazai kapu mögé a korongot, kis tűnik ott fel Kocsis is, és végül Kocsis átadását csípi el Tóth Adrián, aki jön előre kis nehézségek árán. Kocsis üldözi őt, hogy visszaszerezze az elvesztett korongot, de ebből már a higgadt akcióépítésből már azért tovább jutnak majd el a vendégek, mint az előbb történt. Ez a palánk tövébe körbelült korong egy kicsit túl jól sikerült, mert visszakerült szinte a feladóhoz a korong. Antilla lekezelni le tudta, aztán utána a folytatás már nem a megfelelő. Maciki a korong. Ez a keresztbe lőtt korong, ez mindenkit meglepett, nem csak ellenfelett társakat is ott ért véget a Jegesmedvék akciója, hogy megszerezték a korongot. Túl váratlan volt ez a húzás. Hemsworth korcsiázik a Felskan
Magosi gyötörte meg, ezért nem tudta társhoz továbbítani a Miskolci kapitány a korongot, de most pontosan elé csorog, és elindulhat előre, most ebből egy gyors válasz, egy kontra, Miskolci Márkó adja ott a pakkot Kulmalának, ott is a lövés, és többen is érkeztek, hogy lesz-e kipattanó, de Kornaker kapus eltüntette ott a korongot, nem volt folytatás. Illetőleg lesz majd folytatás, csak nem úgy, ahogy a macik tervezték, hanem majd most bedobást követően. Vasános. Úgy láttam, hogy ő fogja elütni a korongot, aztán éppen ellenkező irányba ment a pak, amit mégis még Schönmakers itt megtart. Hemsworth is, bocsánat, próbál bekapcsolódni a táncba, de Lepanen az, aki mindenkinél jobban helyezkedik, és ővé lett a korong. Rask, nagyon szép korongváltás Pabukkal, itt már elindulhat előre Pabuk Attila. Bekanyarodik oda, hogy lőhessen, nem volt rossz elképzelés, Vasakóhoz ment a korong. Rask még elkapja, nem csúszott ki a harmadból a pak, de a lőtt korong, ami Vasakót kereste, most nem volt megszelídíthető. Hát nem lassítanak a csapatok, ez teljesen egyértelmű. Szita nagyon ravasz kis lövéssel kísérletezett, takarásba leleresztett egy ütemtelen próbálkozást. Figyelnie kellett kis Bencének. Jed Rask állítja meg kocsistak, Pak pedig tovább csorog így Rantanen ütőjére. Majd visszamegy oda, onnan a filmbek elindította a játékot, de most már Kulmala veszi kezébe a dolgok intézését. Jed Rask. Magosi, mindkét csapat nagyon-nagyon sokat korcsolyázik, hát ez egy kiállítás lesz. Micsoda! Hát ez büntető kellene, hogy legyen, te jó ég, milyen ítélet ez! És páros kiállítás lesz ebből! Hát Kulmalát eltüntették gólhelyzetben a korong mögül, atya ég, ez nagyon rossz ítélet. Ez tévedés, hatalmas tévedés. Nem véletlenül mutatta Magosi, hogy büntető következik. Hát egyszer nem is értem, mit láthatott ott a játékvezető. Kulmala a hazai oldalon, Kocsis a vendég oldalon a kiállított játékos. Ez nem volt, egyszerűen nem jól látta, benézte itt a vezető bíró ezt a szituációt, nem is kicsit. Négy a négy ellen megy tovább a játék. Mi a büntető, ha nem ez? Na, bocsánat. De ez nem volt egy szerencsés ítélet. De hogyha pedig ebből itt végül is gól kerekedik, akkor lett volna igazán kacifántos a szituáció. Majdnem az lett. Komoly titánzicser volt, most jönnek előre a medvék. De elakad a Tóth Adrián kísérlete, és ebből jön most előre a vendég válasz. Attila higgadtan lelassítja a csapat akcióját, és így mindkét oldal sor cserél. 6 perc telt el az áró harmadból. DVTK-e Egesmedvék Fehérvári Titánok továbbra is 4-3, és 1 perc, 5 másodperc van még a páros kiállításból, addig 4-4 ellen mennek a csapatok. Hemsworth. Elesett, aztán felpattant a fiatalember. Nem volt szabálytalanság. Gőz Balázs Szakariszhoz teszi a korongot. Vas érkezik, míg ő tartotta ott bent a korongot a titánok kapuja előtt, de maci ütőkön már nem folytatódott a korongjáratás. Szita lőtt egyet, a rövid sarkot céloztak, nem volt rossz kísérlet, szépet védett kis Bence. Szakarisz közben a pakkal, 30 másodperc múlva jöhetnek vissza, kiállítottak, miközben Szakarisz Vasankóta kap egy nagyon jó korongot, elindult előre Szakarisz, nagyon jó lövés volt, nagyvédés is szemben be! Atya ég, honnan táncolt ki a pak! Szakarisz lőtte kapura korongot, és nem kis mászlea volt most a vendégcsapatnak! Fú! Jönnek vissza a kiállítottak, és utána pedig ugye 5 ellen megy a játék. Arányaiban ugye nem változik a helyzet, de már nem lesznek akkor üres területek, mint eddig voltak. Magosi ütközött nagyon jól, Kulmala csapla így megszerzett korongra. Nagyon szép csel!
nagyon fontos gólt szerzett a maciknak a finn támadó. Hihetetlenül sokan dolgozik mezőnyben, a vendég együttes űzik, hajtják a háromszoros címvédőt. De egy ilyen egyéni villanás ellen nem lehet sokat tenni. Nem csak a titánoknak, hanem másnak sem. Egy pazarcsel után ott megnyílt a folyosó Kulmala előtt is, utána már nem volt, aki megállítsa a Rasmus Kulmalát. A második harmad közepén is volt egy hasonló nagy zicsere a finn ifjúsági világbajnoknak, akkor nem sikerült kapuba találni, a most azonban igen. És újból két gólos a csapatok között a különbség. A bedobásnál ott Vas, meg a korongért, és meg is szerezte, de egészen hátra jön a pakkal. Láda Balázs Rantanennel együtt. Szép kereszt passz volt, oldalváltás a maciktól, Vas indul meg nagy tempóban előre, és de jól tette oda Szakarisz a korongot, Vasankú, de nem lehetett lőni. Most azonban igen, Rantanen egy nagy ágyúzás, kiállítás lesz Szakarisz ellen, szabálytalankodnak a vendégek. Ja, hogy Szakarisz látta szabálytalannak a játékvezető. Hát... Sós Dániel az előbb minimum érdekes ítéletet adott, most ezt fokozza tovább. Mennyire életszerű, hogy a gólhelyzetben lévő támadó szabálytalankodik. A szemlátomást elégedetten veszi tudomásul a játékvezető. Fornak az indulatok, majd oda megy a hazai kis padhoz, és elmagyarázza azt, amiben egyébként ő sem lehet teljesen biztos. Más pályákon, ahol a hazai csapat küzd, aránylag kevésszer látni ilyen a hazai együttes sújtó meglehetősen furcsa ítéleteket. Minden esetre ezt természetesen nem zavarja a fehérvári csapatot. Ezt az emberelőnk most nagy erőkkel kezdték meg, és igyekeznek újból eredményesek lenni, hiszen a második harmadban kétszer is emberelőnkből találtak be a hazai kapuba a vendégek. Nézzük, hogyan folytatódik majd az emberelőnyös játék kihasználása itt a záró harmadban. Két rossz koronkezelés eddig ebben a két percben a vendégek részéről. Nem nyugodtak a jeges medvék. Sós Dániel tevékenységével kapcsolatban. Hát miért is lennének azok? Nyilvánvalóan minimum megkérdőjelezhető volt a ítélet. Látai közben a koronggal a bedobás követően, és elindul előre, nem is adja le a társaknak a pakkot. Miközben már csak 45 másodperc van hátra a vendégek ember előnyös játékából. Most nagyon-nagyon dolgoznak a piros-fehérek is, a bent lévő speciális egység, Tóth Adrián, Pabuk Attila, Kolincsó és Gőz Balázs. És feláll a vendégcsapat, de nagyon
szép korongáratással. Igyekeznek ott kikerekedni a számukra veszélyes helyzetből a titánok, és hát ezt az ember hátrány bűdöletes torcsiázással kompenzálják a medvék. Pavok Attila csapva a korongra és próbálja ott megtartani, miközben már csak 15 másodperc van a rendben. Hátrányos játékból, Kocsis a koronggal. Jöhet vissza lassan a kiállított játékos, Reiter Reneszter egy lövést, és beveszi a Miskolci kaput. Ennyiben azért érdemes elgondolkodni a játékvezető ítéleteken, hogy vajon akkor befolyásolja egy ilyen hiba a találkozó menetét, vagy sem. 2 másodperc múlva kiegészülhettek volna medvék, amikor Reiter távolról ellőtte a korongot. És az betalált a hazai kapuba, 5-4 az állás. Magosi a pakkal lemengedte kicsorogni a harmadból. Remélhetőleg mondjuk begyújt most olyan energiatartalékokat a maciknál ez a erősen vitatható játékvezetői ítélet, illetve hát ítéletek, amivel most jön egy újabb gól. Lát a Balázs igyekezett most ennek a gondolatnak a végére pontot tenni. Kapusa nem pattant ki, lát a Balázs lövésen ömjön a korong, és a Wegmanen kezdett el ott nagyon keményen küzdeni Magosival. Vas János még mindig magyarázza az előző szituációt Sós játékvezetőnek. Én csak azt kívánom, hogy természetesen legyen olyan majd, amikor a DVD Geiges Medvék csapata játszik idegenben. Hasonló karakán módon fújjon be, akkor is Sós sportás majd ilyen vitatható ítéleteket, csak akkor már a medvéknek. Nézzük, Hanvai nem találta jól a korongot, most azonban másodjára sikerült, de ott már lemaradt a társ, és ebből a korongszerzésből fordulnak a macik Szakarisza pakkal. Palánkról visszapattanó azonban nem a társaké, hanem a vendégeké, jön előre Hanvai indítása nyomán most a titánok akciója. Attila próbáltatta Palánk tövében érvényesülni a vendégek légiósakhez, visszapattan a korong, majd megint őterem ott és próbálja megszerezni a játékszert, ez így pedig kipattan a játéktére kívülre. Szerette volna elcsípni ott Szaller Márka hazai kispad előtt, de nem sikerült, kiperdült a pak. A játéktére kívülre, és így bedobással folytatódik a meccs. 8 perc, 45 másodperc van hátra a találkozóból. DVD Geiges Medvék, fehérvári titánok 5-4. Colin Joe közben kis botterem, és végül ő tudott bele pöckölni. Fehérváriak 81-ese, aki most már próbálja ott szerelni Bertát. A ügyel bajjal is, de Tóth Adrián megtartja a korongot, beüti a harmadba, a vendég harmadba, akire érkezik Ritó, érkezik Berta, aztán a vendégek kihozni, építkezve nem tudják a pakkot. Megpróbálják viszont ezt megtenni a Jeges Medvék. Ritó térő fordul, próbálja tisztára játszani magát. Colin Joe-hoz érkezik a kereszt átadás. Tóth Adrián nagyon szépen rázza le ott a vele szemben védekező, hatalmas termetű Antillát. Majd Ritó itt a felező vonalnál korongot szerezi, és egyenlő elindul előre Ritó Laca. Jaj, de szép szóló volt, a rövid felsőbe szárta a macik 19-es ezt a lövést. Egy picit céltévesztett, Kulmalán még a kapu mögött. Nagyon nagy átadás! Rantanen lopakodott előre, egy kicsit volt, egy icipicit hosszabb a passza kelleténél, így nem lehetett egyből kapura fordulni. Magosi! Viszont most nagyon szépen térülnek, fordulnak a medvék, forgatják a régen lévő fehérvári sort. Kulmala közben a pakkal, egy picit a túlpa van a vezető bíró, de már
távolodik. Miskolci Márkó érkezik ott szintén nagy tempóban. Palánkot szerette volna bevonni a Mandinerrel. A Maci 71-ese egy picit hosszabb lett ez az átadása kelleténél. Magasi ütőjén a Pak. Rantanen. Vas János várt sebességet, és itt megindul a szélen a Laszki óvatában a Macik támadása. Szívhatott a blokk. Ládai mutatta be. Miközben Pavuk Attila küzdött, és hát nem jutott sokáig a Pak Reiter. Hambai majd újból csak Hambait lehet dicsérni, aki kihámozta magát ott a gyűrűből, és Attila átadása is meg lehet neki. Hát érdekes dolgok történnek a jégen, maradjunk annyiban. Hambai a felező vonalnál tűnik ott fel, de csak úgy előtte a korongot, mert közben a háta mögül eltűntek a társak, sorcserét hajtott végre a fehérvári csapat. Miközben elindult előle Ritó, a másik oldalon jön Bert a nagyon nagy játék, Ritó! Nem tudta beterelni, de szépen csinálta Ritó László! 5 perc 40-nel a meccs vége előtt egy újabb nagyon nagy helyzet. Gőzött közileg is, aki megpróbál egy ravasz cselt eladni. Ez egy kicsit hosszabb lett. Annál sem, hogy ott Pavuk, vagy bocsánat, Ritó elérhesse. Így hagyta is a Macik 19-es a korongot, amit most megpróbálnak a vendégek kihozni. Colin Joe. Magosi szaporázza. Szépen próbálja tisztára játszani magát. Miskolci Márkó Rantanennel vált. Miskolci Márkó, és itt pedig... A játékvezető szerint Magosi... ráfújható volt egy kis les, és ez meg is történt. Kihozzák a bedobást a játékvezetők a semleges harmadba. Ez egy olyan bedobás volt, amikor mindkét játékosnak volt észrevétele a vonalbíróval szemben, Hemsworthnek is és Kurvalának is. Titánokhoz kerül a bedobást követően a korong, Szita. Vagy most már a saját kapuja mögött Kulmala dolgozik a korongért, és meg is szerzi azt. Miskolci Márkó. Rantanen eddig szépen építkeznek a medvék. Asszi Rantanen próbálja ott megkerülni a vele szemben védekező Beck kollégát, de ez most nem jött össze. Szita kocsázik be a hazai harmadban, miközben szerelik őt, és elválasztják a korongtól. Elnézést. 4,5 perccel a mérkőzés vége előtt DVD-k elkesmedvék fehérvári titánok 5-4. Most elengedték ezt a korongot a vendégek, mert jönnek a frissebb emberek. Nem tudom, itt a mérkőzés végén lehet-e frissebb emberekről beszélni. A lövés kipattam kiskapusról, minden esetre megint volt egy karcos szituáció, ami ha akarom, akkor kiállítás. Aztán a sokadik nagyon-nagyon kétes helyzetet végül befújt a játékvezető. Nem kell idegeskedni egy-egy kemény belépő nyomán a titánoknak, mert most egy kicsit magasabban van a faul küszöb a játékvezetőknél ezen a meccsen. Úgy tűnik. Reiter a kiállított játékos. És 4 perccel a találkozó vége előtt most emberelőnyös játékot indíthatnak a jegesmedvék. Vas, Pavuk, Szakaris, Rantanen, Láda Balázs érkeznek most be az emberelőnyös játékba. De a buli után most a titánok tudták elütni a korongot, de csak időszakosan, időlegesen birtokolták a pakkot, mert az már Láda Balázs ütőjén van. Hogyha a jegesmedvék ebből a játékhelyzetből gólt tudnának ütni, akkor elég komoly lépést tennének a meccs kapcsolatos célok eléréséhez. Tehát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
másfél percig játszik még ebben előnyben a piros-fehérmezes házigazda. Vas megszábult a titánok harmadába, és átdobja a korongot a túloldalra, a Rantanenhez. Szakarisz kapcsolódik be a támadásba, de jó volt ott a védekezés, saját kapuja mögött beretudott csapni a koromba Szabó Bence. Ez így lelassította, megakasztotta a miskolci korongjáratást. Most pedig már konkrétan elcsípik a korongot a titánok, és felszabadítanak. Nyernek egy jó pár másodpercet. Egy perc van még a Medvék számára hátra az emberelőnyös játékból, és három a meccsből. Gőz Balázs. Tilos felszabadítás a játékvezető ítélet, ezért harsant a síp. Miközben jönnek vissza a csapatok a bedobáshoz, addig Tiszelmester instrukciókat ad a következő érkező sornak majd, hiszen még lehet, hogy lesz egy sorcserére lehetőség. 45 másodpercig játszik még emberelőnyben a hazai együttes. Fulmala koronggal, ő csap le bedobás után elé perdülő Bakra, és elindul Miskolci Márkóval egyetemben a támadás. Gőz forgat át a túloldalra, ez nagyon jó, Lepanen. Egy lőtt passz, szerintem ezt társaknak szánta Járkó Lepanen, minden esetre mindenki előtt elsuhant a pak, amire most Fulmala csap le. Nagyon dolgozik ott rajta nagy erőkkel Szaller. Most ott azt kihozza ki onnan azt a gumidarabot, ez jó kérdés, Ládai volt az. A Rainsworth is higgadtan megtartja a korongot, térő fordul, és egy nagyon jó váltás. Lechmannen érkezik, jön a lövés, de szépen mozdult ki, zárta a szöget kis Bence kapus. Ebben a pillanatban kiegészül a vendég együttes, és a mérkőzés utolsó 2 perce kezdődik meg. Jön előre most a titánok támadása. És most aztán már nem lesz kegyelem, ha valamelyik csapat odaér a másik kapujához, ott bizony komoly küzdelem lesz a pak megszerzésért. Bertát ültették rá a kapura a saját kapujára hátulról, és ezért mozdult el ott a ketrec kis Bence mögül. Időkérés van, de hirtelen nem volt. A fehérvári csapat kért időt. Hát ez érthető is, hiszen már nagyon erősen itt a meccs vége a TK-ban vagyunk, és felzárkózott a vendégcsapat újból egy gólos a különbség a küzdőfelek között. Ez indokoltán teszi azt, hogy esetleg lehozza kapusát a vendégcsapat. Sőt, az időkérésről már vissza se jön kornak kell, hanem kiment a padra. És így kapus lehozatal után plusz egy mezőnyjátékossal támadhatnak a vendégek, amikor 1 perc 43 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 5-4-re vezetnek a Jeges Medvék a titánok ellen. Megvan a bedobás után a korongláda, Balázs üti előre, Szakarisz csak tovább tolja, kijön a harmadból a pak, és Vegnanen csípj el a harmad bejáratánál végül is a játékszert. Reiter, Hemsworth szaporázza, a saját maga korongát szeretné begyűjteni, és sikerül is neki, nagyon jól játszik a fiatalember, ezt el kell ismerni. Reiter, jön a lövés távolról, de veszélyes volt, sokan voltak ott a kapu előtt, és nem tudnak a macik felszabadítani, mondom én, aztán mégis megindul előre, Miskolci akció, nem láttam a korong, hol van, Reiter ütőjén a korong, továbbra is lent van, kornak kell kapus, és egy plusz egy mezőnyjátékossal, de üres kapuval rohamoznak a vendégek. 55 másodperc van a mérkőzésből hátra, Magosi. Nem kis izgalmat itt a mérkőzés végjátékában. Mindenki ott egy kupacban, de csak jön a korong. Jön a lövés, elakad a pak, és most lehet még kezdeni valamit ezzel. Miskolci Márkó jön előre, gyönyörű csel. Jönnek előre a macik, mi lesz ebből? Gól! Gól lett belőle!
nem tudom, mit ha emelte volna kezét a játékvezető, de lényegtelen! Lényegtelen, mert megnyerték a Macik ezt a meccset! 33 másodperc van hátra, és 6-4-re vezetnek a Jeges Medvék! Ez káprázatosan nagy meccs. Volt egy-két komoly játékvezetői tévedés azon a találkozón, de aztán, mint tudtuk, kiderült végül is, ez nem befolyásolta döntően a találkozó menetét. Picit megnehezített a házigazdák dolgát, de aztán egy nagyon-nagyon jó napot kifogó fehérvári gárda állt itt szembe a Jeges Medvékkel, és ebben a szezonban egyszer sem kellett még ekkorát küzdeniük szerintem a Maciknak, hogy megtartassák a hazai pálya egészen komoly bűvereit a Macika, már szabad ilyen jelzőt mondani, szerint nem egyszerű győzni egyik együttesnek se. És a Macik most ezt a fehérvári titánokat, egy egészen pazar játékot bemutató fehérvári csapaton tudtak legyőzni. Mindig volt válasza a vendégcsapatnak arra, amikor a Medvék kapuba találtak, amikor a Macik vezetés szereztek, és egészen az utolsó másodpercig nyílt csata zajlott. Egyszer-kétszer szerintem úgy nyúlt bele a játékvezető rossz ítéletével, hogy ezt hosszasan lehet majd elemezni, ha valakinek van kedve hozzá is utó vitatkozni majd azon, hogy ott mi történt. A tények azonban azok, hogy egy rendkívül gólgazdag találkozón, csak úgy, mint a Visegrád Kupa negyeddöntőjének visszavágóján 6-4-re győz most az Erste Liga meccsen a fehérvári titánok ellen is a DVTK Jeges Medvék csapata, és tovább menetelnek a Macik, őrzik első helyüket a tabellán. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!